Te csak várj, míg fel kell majd a nap. Te csak várj, míg fel kell majd a nap. A szomszédok biztos kibaszott boldogok, a szomszédok. Üdvözlök mindenkit az idei év csodálatos megnyitóján. Szerbusztok, gyertek közelebb, szomszédok, sziasztok! Nektek üzennék a kurva anyátokat! Szevasztok, srácok, pacsi mindenkinek! Hello, hello, hello! Szevasztok, hello mindenkinek! Szokott menni a nagy sékszezések, meg ilyen beszélgetős cuccok, most ez lesz. Hello! Általában ezek a streamek úgy szoktak zajlani, hogy lehet kérdéseket feltenni, és akkor válaszolok, meg ilyenek. De aki mondjuk GTA-t kérdőjelet ír, azt ki lehet dobni a faszomba erről a streamről, azt majd magához tél valahon. Érted? Na jó, figyeljetek ide most! Az van, hogy lehet tőled dalt kérni, de csak olyat, amit ismerek. Nagy zigánydalokat is ismerek amúgy. Zigánydalokat. Szóljatok, ha készen álltok, mert ma kivételesen 10.000 dollárért lehet kérni egy 10 másodperces zeneszámot. Kedvedmény. Én nem vagyok csicska, érted? Nem vagyok csicska, most kikeresek egy karaoke zeneszámot. Nem érdekel, baszd meg. Üzenném ezt a dolgot mindenkinek, aki szereti, aki gyomorít, mindig beveszi. Jó, jöhet a beat. Kell. Várjál, mert lemaradtam vissza az elejére egy picit elnézést. Az úton majd néha gondolj rám. Ez a hely a tiéd. Köszönöm szépen. Elmondjam, mit találtam ki a napokba? Elmondjam. Csinálni akarok egy táncdal show-t. Elhívni ide az összes hatalmas sztárt. Az Irént, a négy oktávot, a izét, és együtt csinálhatnánk streamben egy hatalmas bulit. Ibike Blue. Fővonultatni itt a krémjét. A művészvilág krémjét. Ezen gondolkodtam, érted? És ott táncolik, rákevernék Ibike Blue-ra olyat, hogy szemekig óvadnak. Mondanám, Ibike! Te vadállat! Érj hozzám! Hard touch! Na, jó van, gyerekek, sékszezni fogunk, és a megszokott tevékenységi kör fog lezajlani, amikor is gusztustalan ujjaitokkal hány inger kergető és undorító kommenteket tudtok írni a chatbe, amire válaszolok teljes mellszélességgel. Ez nem tudom, mennyi ezen 20... Hát egy olyan... A 40... 40-45 centi lehet a teljes mellszélességen. Ekkora. Ezt tudom nyújtani, bassz meg. Na, hát ha akartok csatlakozni, rögzített linkben ott van a játék. Ha nem, akkor is nyomjátok meg, hogy a link számláló pörögjön, mint a villanyóra. Amit el kell mondani, srácok, mert ez egy szponzi. Ponti. Szóval a Shakes & Fidget új szerót indítom, hogy az Insta posztban is láttátok a storyban. A V47-es szerót, és ott XP boost van meg ilyenek. És a linket mindjárt kibaszom rögzített kommentben, mert tudom, hogy erre vágytok, és ettől lennétek igazán boldogok, hogyha tudnátok csatizni a C-be, meg ilyen fasságok. Na hello! Jön a Lambda Sonda című dal. Lambda Sonda, hé, Lambda Sonda! Mennyi az anyja, mi lehet vinni a testem? Hú, baszik, ott megnyomnám a szeruzát. Meg hát kéne két költöztető, meg gurti geci. Mert van bennem egy mázsa. Mióta dohányzom? Nagyon rég, sajnos. De én nem dohányzom, mint Zsozi atya, csak mint magánszemély. Ez nagyon fonti. Nem szabad a rossz példát mutatni? Nem zigizek. Ki ez a kora reggel streamer ember, pacsi atyám, szokerben most, hogy nagy enyhítések vannak, gyakrabban mész ki, ma is szép vagy. Miért enyhítések vannak? Én baszik, már 4 éve karanténban vagyok, mióta streamelek. A Gyuri jól van, nagyon jól van, hello, hello. Karantén után gondolkoztam vlogolni, én nem vagyok az a nagy vlogos. Megmondom őszintén. Nincs fel a baj, el lehet velem lavírozni, de nagyon ritkán volt nálam vlog. Az a baj, tudod mi a baj a vlogolása? Elvész valahova, baszd meg, egy kamerán keresztül nézed a világot, azt meg se éled a dolgokat. Tehát mondjuk a barátnőmmel elmegyek valahova, és hogy én vlogolok, hát akkor egyedül is mehetnék, baszd meg. Érted? Szóval ilyenek. Online dugodában gondolkoztam, mert Dávid nagyon jó lenne. Rá is írok anyádra! Internetes világon kívül valami kedvenc időtöltésed.
Rángatom az, hogy világít körülött a levegő. Hát egyébként nem nagyon. Festeni szoktam néha egy képet, akik régen megkövetnek, azok tudják. Voltak ilyen nyereményjátékok is, bazd meg. Nagy izé vagyok, Da Vinci. Képeket festek, bazd meg. Hát sok mindenre találkoztam már egyébként, nagyon sok helyzette. Mindent tudok kezelni, de hogyha valaki odajön és szemtől szembe elkezdi mondani nekem, hogy... milyen... hát a dicsérés, tudod, azt nem tudom. Az mindig csak így állok, és így kimeredek, mint egy kutyaszar a járda szegélyen, és mondom, hogy... Általában így van. Üdvözöllek, Renátó! Renátó, köszönöm szépen, hogy itt vagy, és egy remek kérdéssel jöttél el erről a csodálatos rendezvényre. Hogy kérdezem meg, Renátó, egyedül jöttél, vagy édesanyád család elkísért? Nagyszerű, köszönöm szépen, Renátó! Örülök, hogy így felvállaltad magad, az első homoszexuális néző, aki megmondta, hogy tulajdonképpen két kapura játszik. Köszönjük, Renátó, hogy itt vagy, és valahol itt van a nyereményed. Ezzel az őszinte hallomással kiváltottál egy ajándékcsomagot, amit már át is tudnék nyújtani. Köszönöm szépen, Renátó! A anyuka és a kislány mennek az autópályán kocsival, és hirtelen egy hatalmas 50 centis műfasz neki csapódik a szélvédőnek, tudod? És a kislány megijed, megkérdezi az anyját, hogy anya, mi volt ez? Á, semmi kislányom, csak egy szúnyog. Jó nagy fasza volt! Ezt valamelyik nap elmondtam. Ez még mindig üt. Köszönöm szépen. Ez egy 4000 dolláros vicc volt, kis köcsök. Írom a számlát! Atyám Monsteren nem lesz közös vidinyó. Nincs annyi pénzük. Áron, aki lecigéz a bármi áron, köszönöm a szódat, egyszerűen hihetetlen, még mindig sokba vagyok. Olyan sokba vagyok, bazd meg, hogy habzik a szemem, geci. Érted? Úgy jár a bulán, mint a Mélának a membránja. Áron, teherbe ejtettél a szóddal, bazd meg! Áron! Normális vagy, Áron? Olyan az a mikrofon, mint a búcsúban a körhinta. Pont ez az. Ez a lényeg, hogy érted, hogy... Dobjátok a zsetonokat, tekerjék a kormányokat, indul a menet. Mindenkit szeretettel várunk. 100 forint a méz édes mandarét. Halló, akkumulátor hulladékvasat megvetünk. Köszönöm szépen. Tudnátok viselkedni a faszomat már? Sok volt a gumicukor, vagy mit csináltok? Van-e más tetkó máshol is? És egy kacsintós fej? Van egyébként a seggemen. Van egy egér a seggemen, aki így áll a luk mellett, és azt várja, hogy beugorjon. Nagyon szexi ez a tetkó. Legyen már Irénes videó. Nem, mert Irén kiakadt, bassz meg. Nem tudom, hogy rám-e, de láttam vidinyót, hogy ordít, mint a sakál. És hogy megleszel a héten, meg ilyeneket mondott. Lefenyített, geci. Most a héten neked annyi, úgyhogy készüljél föl, kisapám. Készülj föl, de kegyetlenül! Csicskába rakott egybő. Nem tudom, hogy nekem szólt-e. X pénzünk gyerekek, meg nagy pénzeket egy gyűjteni. Mobilon is lehet a játékot csapatni, azt hiszem igen. Mi a lényeg ennek a Shakes-nek? Ez egy RPG. Igazából a varázs abban van, hogy semmilyen gépigény nem kell hozzá, és telefonról le lehet tölteni. Sponzi! Jobb Debrecenben lakni, mint Pesten, sokkal. Imádom. Nagyon jó hely. Fasza. Geci, ez a kérdés. Figyeljél, Csira. Kedvenc külföldi étel. Már nem magyar. Hadd meg, nem. Külföldi étel. Jézus! Mi a fasz? Ha szeretnétek a játékkal játszani a poszban és rögzített kommentben is van leírás, hamutartó céhez tudtok csatlakozni, és ennyi. Csá mindenkinek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, donátoltatok, vagy csak lájkoltatok, vagy néztétek, vagy mindent is. Száj, és hólyom szárnyán, három hegyen túl. Gyertyákat elő! Száj, ott várok rád, ahol véget ér a szóbe. A szóbe. Tudjad, hogy nagyon sok a már. Köcsön! Köszönöm szépen a figyelmet.
a következő fellépő. Elmarad. Köszönöm szépen, srácok!